Az idei nemzeti vágta győztes lova, Pipacs, egy temerini ménesből került ki. A lovasudvar vezetője olyan versenylovakat és lovasokat igyekszik kinevelni, amelyek a vajdasági, illetve a temerini lótartást a világban is ismertté tehetik. Kósa Sándor azt mondja, hogy ménesének fejlődése szorosan összefügg a vágta történetével is. Határon túli siker, és az utolsó kör már szabad... Vajdasági szempontból fantasztikus eredménnyel végződött az idei nemzeti vágta döntője. A Szabadka színeiben versenyző Szabó Nikolett lett 2021 leggyorsabb lovasa Pipacs nevű lován. A sárga kancának legalább akkora része volt a győzelemben, mint a lovasának. Egy fantasztikus lovat lovagolhattam idén. Köszönöm Kósa Sándornak és a csapatának, hogy felkértek, és felültem erre a lóra. De ki is az a csapat, amely a háttérből így hozzásegített a győzelemhez? A délvajdasági temerimből nem az első alkalommal került ki olyan ló, amely kimagasló eredményt ért el a vágtán. Két évvel ezelőtt például Kósa Sándor lovas udvarának Szenvedély nevű paripája lett a negyedik a döntőben. Ebben pedig nem kis érdemük van a lovasiskola tanulóinak, akik naponta lovagoltatják és jó kondícióban tartják a versenylovakat. Pipacs Kíra kedvence. Hát én megsirattam, tényleg egy jó óra hosszát sírtam, mert olyan különleges az, hogy ugye megnyertem, meg nem mindig történik ilyen, meg különleges, hogy én bírtam készíteni egész évben. Kira barátnője Evelin is már 10 éve lovagol. A napokban távlovaglásban lett első. Pipacs edzésében ő is derekassan kivette a részét. Mi is ezeket a lovakat már sajátjainknak érezzük, nem ugyanannyira örülünk nekik, mint például a versenyző, vagy mint a tulajdonosa. És hát jó érzés ez, hogy egész évben velük foglalkozunk, és aztán látni az eredményt. Pipacs most éppen az istállóban pihen. Magamhoz szólítom, hiszen a vágta óta ismerősnek tekintem. Sándor leint, ne is próbálkozzak. Ő egy nagyon erős személyiség. Pipacs az egy top ló volt az előző években is. Ő mindig középdöntős volt, második helyezett, az éppen aktuális végső győztes mögött. Tehát nagyon jó volt, csak egy pici hiányzott. És akkor ez már olyan volt ez a pici, hogy ilyen lelki dolgokkal kellett foglalkozni, hogy akarjon a ló küzdeni. De viszont a Pipacs pedig annyira megszerette a Nikit, hogy ahogy a Niki nyerni akart, akkor Pipacs megnyerte neki. A temerini lovak már 10 éve a vajdasági vágta első versenyének megszervezése óta sikereket érnek el. Viszont Budapesten a döntőben nem tudtak labdába rúgni, mondja Sándor. Ezért úgy döntött, Magyarországon vásárol versenylovat. Ennek 5 éve. Így került a birtokába Pipacs és Szenvedély is. És ekkortól kezdődött a belovagoltatásuk és a versenyekre való felkészítésük is. Pipacs egyáltalán nem akart együttműködni velünk, és akkor utána pont egy ilyen eset történt, hogy eljött az állatorvosunk, aki nagyon szereti a magyar fajtájú lovakat, bemutattuk neki a Pipacsot, és aztán Pipacsot csak úgy visszaengedtük a karámokba, a többi lovakhoz. Pipacs fölfalta az összes lónak az abrakját, és nagyon beteg lett, nagyon kólikás lett. Akkor volt először kólikás nálunk, akkor én egész nap vele voltam, injekcióztam, segítettem neki, hogy átvészelje. A Pipacs másik naptól egy teljesen másik ló volt, együttműködött. A szeszélyes paripára megfelelő zsokit nem volt könnyű találni. Nikolett a nagyon könnyű dunakeszi lovas, meg a temerini kanca azonban nyerőpáros lett. Pipacs makacs karakterének ebben óriási szerepe volt, mondja Sándor. Gyerünk, Pipacs! Ennyire erős karakter. Ha én akarom, hogy ő ügessen, fusson, ő nem fog. Majd ő akkor üget, amikor ő akar. Kósa Sándor kamaszként szeretett a lovakba. Amikor befejezte a középiskolát, a földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkozó szülei birtokán szaporodni kezdtek a lovak, és amikor 10 évvel ezelőtt az első vajdasági vágtát megszervezték, mi sem volt természetesebb, mint hogy részt vegyenek rajta. Nálunk a lovazás az egy ilyen összeköptő kapocs az egész családban. Mindig van az a közös szál, amiről tudunk beszélni, ami
ami mindenkit érdekel, mindenkit mozgat, lehet tervezni jövőt, hogy mind csináljuk. Sándornak a lótartás, a lovasiskola és a versenyek élete meghatározó részévé váltak, ahogyan a családjának is. A fiának is van már saját lova. A Manu nevű pónit egészen pici kora óta lovagolja. A lovak szeretetének természetes következménye volt a lovasiskola beindítása és a megfelelő hátos lovak kitenyésztése. Jött a Hajnal, az első tenyészkancánk, és ő alapozta meg a Nónius tenyészetünket. A Hajnal már nincsen, de a gyerekei azok itt mögöttünk látott. Nem hoztak csalódást nekünk tényleg. Ahogy megszülettek, elmúltak a csikó évek, onnantól kezdve, amióta a nyerék került a hátukra, ők azt csinálják, amit szeretnénk. A versenyeken elért szép eredmények támogatókat is hoztak, a vágtán való győzelem pedig visszaadta a hitet, hogy azoknak is érdemes lótartással foglalkozni, akik nem a már befutott 3-4 lovasporttal foglalkozó vajdasági család között vannak, mert hiszen akadnak még meglepetések. Pont ez a szépsége a nemzeti vágtának is, mint a galopp versenynek, hogy az embernek az anyagi lehetőségeitől függetlenül juthat el olyan magas szintre, ahol nem is gondolná, hogy ő neki ott bármi keresni valója van. A temerini ménes vezetője pedig már a következő szinten agyal, az angol telivérek futtatását tervezi. Ehhez nagyban folyik a megfelelő versenyló keresése, és ki tudja, lehet, hogy a legújabb szerzeményével egyszer majd ő felsége az angol királynő versenyein is részt vesz.